Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV mélyvicci műsorában, és köszöntöm Balogh Károlyt. Itt nem tudom, mit mondjak. Mondjam? Mord búzzád békességet. Igen, tehát a független kisgazdapárt elnökét. Azért álltam meg, mert ugye többször volt már vendégünk, és amikor a vendégünk volt, akkor mindig azzal zárultuk le, hogy éppen föl akarják számolni a kisgazdapártot, már fel is számolták, de még küzdenek ellene. És most egy új világ van, ön egy teljesen legitim elnök, ha jól tudom. Így van. Ugye, kezdjük a kellemetlenebb részével. Először is van itt egy dosszié, aminek azért ejt engem zavarban, mert mint általában, hogy van egy papír a vendégem előtt, és ezt nem veszi elő, akkor valamit nem kérdeztem meg, amire pedig készült. Tehát, hogy nyilván valamilyen titkot rejt ez a dosszié, úgyhogy majd fogom segítségét kérni, nehogy itt végképp ilyen zavarban legyek, hanem hogy hány évig tartott az a küzdelem, amikor a független kisgazdapártot fel akarták számolni, felszámolták, mindenféle bizonyíték ellenére a bíróság önök ellen ítélt, és most mégis pozitív. Ez a procedúra mennyi ideig tartott? 21. 21? 21 évig? Így van. Most végig ijesztők szavú lesz? Nem, hogy 21 évig. Így van. És tavaly, most már ugye mondhatjuk, hogy tavaly egy megnyugtató döntés született, hol? Bíróságon? Igen, igen. Nem gondolt-e arra, és az az én megfertőzött agyamnak a szüleménye, hogy esetleg azért született most ez a döntés, mert a Fidesznek jól jön, hogyha van még egy párt, amely beszáll a választási küzdelmekbe. Ez is benne lehet a pakliba, teljesen természetes. Komolyan? Persze. Tehát miért ne lehetne? Gyakorlatilag bármi benne lehet, de azért én megengedem magamnak azt a luxust, hogy azt gondoljam, hogy esetleg még az is benne lehet, hogy van egy jogállami eljárás Magyarország ellen. De ez az utolsó gondolata. Hát a legutolsó beszélgetésünk alapján nem feltétlenül ezt a nagyon pozitív megközelítést. De muszáj ezt is valahol ott hátul meghagyni. De mi az, ami meghozta ezt az elégtételt, a független kisgazdapárt? Most ez melyik független kisgazdapárt, akkor ezt mindig tisztázni kell. De gyakorlatilag úgy indult ez a történet, ez a mostani történet, hogy született a fővárosi törvényszéken egy végzés, ami kimondja, hogy a független kisgazda fölmunkás polgári pártnak a neve az 1930 óta nem változott. Ez egy jogerős végzés, ami alapján itt természetesen én egyből kértem, hogyha ezt mi elfogadjuk, pár például elfogadjuk, hiszen ez így van, akkor legyenek szívesek arra is nyilatkozni, hogy akkor mi van azzal a klónpárttal, amely 92. augusztus 17-e óta kísértetiesen hasonló névvel, de be van jegyezve a fővárosi törvényszék által vezetett nyilvántartásba. És a legnagyobb döbbenetemre egyszer csak kiderült, hogy ez a klónpárt, ez eltűnt. Most melyik a tornyánféle kisgazdapárt? Ez a tornyánféle kisgazdapárt, így van. Amelyik eltűnt? Amelyik eltűnt, így van. Tehát most már nyoma nincs ennek a... De amikor legutóbb itt beszélgettünk, akkor még volt nyoma. Akkor még volt. Sőt, ha jól emlékszem, olyat is mondott, hogy az ügyészség egészen furcsa reakciókkal próbálta igazolni annak a létét és az önök nem létét. Hát igen, gyakorlatilag ez a 21 év ez arról szól, hogy én állítom, hogy mi nem azok vagyunk, akinek minket beállítanak. Folyamatosan megpróbálják velem elhitetni, hogy de igen. De most ennek vége lett valahogy, hiszen
most már nyoma sincs a nyilvántartásban. Igen, de ez a vissza, hogyha visszatekintünk, próbáljuk értékelni, ez azt jelenteni az én felfogásom szerint, igen, hogy valójában a Tordyán-féle kisgazdapárt sose létezett. Magának tökéletesen igazol. És ebből ez mi következik? Jelenti. Hát ebben nagyon sok minden következik. Tehát gyakorlatilag ebből tényszerűen le lehet vezetni azt, hogy az a vagyonvesztés, ami 92. augusztus 17-e óta itt a kisgazdapárt kénytelen volt elszenvedni, az gyakorlatilag törvénytelen. Azok az állami támogatások, amiket Tordján József felvett, azokat törvénytelen vette fel. Az a koalíciós megállapodás, amit aláírt a 98-ban a Fidesszel, és amit 2000-ben kiegészítettek, az gyakorlatilag semmis. Tehát minden semmis. De hát ennek sok értelme nincs egyébként, mert a történelmet nem tudjuk visszaforgatni. Ez így ebben a formában nem igaz. Tehát az valóban nem jelenti azt, hogy most tömegesen megsemmisülnének olyan törvények, amik ez alatt az idő alatt megszülettek, de ettől függetlenül a semmiség, mint fogalom, ez egy jogi fogalom, és ez időkorlát nélkül létezik. Enyhén szólva is azért elég sok mindent megkérdőjelez. Például? Tehát, hát gyakorlatilag azokat az ingatlan adásvételiket, amik ez a 64 és 67 ingatlant jelent, amiben jelentős értékű ingatlanok is szóval. Ha jól érzékelem, akkor viszont ebből az olvasható ki, hogy itt még messze nem értek véget a bírósági ügyletek vagy tárgyalások, hiszen akkor önök jogot formálnak azokra az ingatlanokra, amelyeket az a nem létező kisgazdapárt elkótyavetélt. Hát hogy ne. De ez így lesz egyébként? Hát persze, de én már 17-ben is beadtam a Magyar Államnak egy perelőti egyesség ajánlatot, amiben egy része az eddig elszenvedett károkozásnak meg lett jelölve. Hát kártérítést fog követelni. Hát természetesen, persze. És erre milyen esély van ön szerint? Jó, nyilván azt gondolja, hogy ha megállapította a bíróság annak a jogszerűtlen létezését, akkor egy csomó következménye van ennek, többek között ezek is. Tehát egy helyből optimista, de ha magyarországi viszonyokat nézzük, akkor mennyire optimista? Engem ez azért zavar, ez a magyarországi viszonyok, mert mi az Európai Unió állampolgárjai is vagyunk. És én mindent innen vezetek le. Tehát addig, amíg mi az Európai Uniónak tagjai vagyunk, addig minket ugyanazok a jogok és kötelezettségek érintenek és illetnek meg, mint bármelyik más. Vagyis adott esetben az Európai Bírósághoz is el tud menni, hogyha itt elmarasztaló vagy nem megfelelő ítélet születik. Hát ezt most már nem kell várnom, tehát most már gyakorlatilag, mivel a törvényszék magát a jogalapot megállapította, hiszen ezzel a végzéssel gyakorlatilag kimondta, hogy az, amit ő iparszerűen hamisított 92. augusztus 17-től gyakorlatilag folyamatában, azok semmi. De mi szüksége volt erre Tordyán Józsefnek? Tordyán Józsefnek, amikor kiderült róla, hogy ő 3/3-as ügynök, akkor ez Boros Péter belügyminiszter állapította meg Antal József kérésére. Akkor nem mondták ki, csak sejtették. Tehát hogy ne mondták volna, nekem megvan a levél.
hogy nem mondták volna. Meg emlékszem arra a jelenetre, amikor... Hát, hogy ő nem vette át, vagy nem bontotta fel, de hát ettől függetlenül természetesen megvan. Tehát ezek hivatalos iktatott. De milyen levél van meg önnek, amiben az le van írva, hogy ő 3x3-as volt? Így van, így van. Így van. Hát ez Boros Péter, akkor belügyminiszter, egy hivatalos, regisztrált levélben értesített Antal Józsefet, hogy Tordján József a 3x3-os. Igen, de akkor ő már ennek a kvázi fantom kisgatapártnak volt a vezetője. Akkor még nem. Még nem? Akkor még nem. Ezek után mi a független kisgazdapártból őt kizártuk. Tehát megszüntettük a tagsági jogait és az elnöki jogait is. És kértük a törvényszéktől, hogy a törvényszék törölje a nyilvántartásból, ez megtörtént. Tehát őt törölték a nyilvántartásból, csak ezzel párhuzamosan ő kilépett az akkori Antal kormányból, erre biztos, hogy emlékszik. És illetve meghalt Borz Miklós országgyűlési képviselőnk, és ahhoz, hogy az Antal kormányt még jobban lehessen gyengíteni, ezért bizonyos érdekeknek jó volt, hogy Tordján is így jelölhet a listáról egy olyan embert, aki nem fog bemenni az Antal kormány mögé, hanem kiül a Tordján mellé függetlennek. És gyakorlatilag ez történt, ezért volt a klózás, hogy Tordján Józsefnek lehessen egy olyan, úgy a hamisított dokumentumot, de dokumentumot adni, amivel a parlament előtt igazolja, hogy ő a jogosult a listáról. Most mikor született ez a bírósági döntés egyébként, amiben tulajdonképpen meg... Tavaly márciusban. Azóta nem beszéltünk. De mi történt tavaly márciusban? Azon kívül, hogy koalíciós partnert találtak, vagy együttműködő partnert. Együttműködő partnert találtunk. De ezt mi keressük folyamatosan, tehát én minden pártot megkerestem. Beleért a Fideszt is? Fideszt is, persze. Igen. Fideszt is. De mit, hogy felajánlja a szolgálatait? Hogy... Nem felajánlom a szolgálatait, elmeséltem ezt a klónozást, és kértem, hogy mivel ők vannak kormányon, hogy akkor ezt rakják rendbe, hiszen ezt kizárólag csak kormánypárt tudja rendbe rakni. Ja, nem mint partnert kereste meg a Fidesz, vagy mint esetleges partner, együttműködő partnert? Hát eredetileg úgy kerestem meg őket, hogy 2000-ben, amit aláírtak, egy kiegészítő koalíciós megállapodás részét, az egy hosszú távú együttműködésről szólt. És én eredetileg azért kerestem meg őket, hogy nyilatkozzanak, hogy ezt az együttműködést ők még hatályosnak tartják-e, vagy sem. Ez így elég pofátlannak tűnik egyébként, de mivel... Böldőr azt kérte, hogy az a nem létező szervezet, amelyekkel együttműködési szerződést írtak, koalíciós szerződést kötöttek, azt ők hatályosnak tartják, elég csavaros a gondolkodása. Szóval, hogy ez mi volt ennek a tulajdonképpen a lényege? Ennek az volt az oka, hogy akkor, amikor ők ezt aláírták, akkor ezt az eredeti párt nevére írták ezt a koalíciós megállapodást. Egy olyan pártnak a nevére írták, ami 92. augusztus 19-e óta töröltként van nyilvántartva. De a Tordján írta alá. Most innentől kezdve ez azért ők jogászok. És kaptak választ a Fidesztől? Nem. De hogy ne kaptunk volna, a Kubatovnak a titkára fogadott a Lendvai utcába, és ő elmondta, hogy ők a Tordján féle kis gazdapárttal kötöttek koalíciós megállapodást, és most már az a megállapodás ő szerintük nem él. Én szerintem él egyébként, de
de most ez most mindegy. Tehát te gyakorlatilag ezért kerestem meg őket, elmondták, válaszoltak korrektul. És a többi párt, amit megkereste, azok mit mondta? Tehát gyakorlatilag semmit. Tehát e pillanatban elmondhatjuk, hogy a pártok többség, döntő többsége, vagy majdnem mindegyike, semmiféle nyitottságot nem mutat az önök pártja iránt. Hát persze, de hát ez egyébként érthető is. Tehát gyakorlatilag azért a Kisgazda párt az egyetlen olyan történelmi párt, ami 1909 óta folyamatosan amikor részt vesz a politikába, akkor komoly tényezőként vesz részt. Hiszen az első kormány 1920-ban is volt egy komoly választási eredményünk, utána 1945-ben is volt egy komoly választási eredményünk, és ezért ettől azért tartanak. Jelen pillanatban vidéken nincs más párt, ott ismerik Orbán Viktort, aki nem egyenlő a Fidesszel, ott az átlag vidéki embereknek, és illetve ismerik a Kisgazda pártot, de... Tordyánt ismerik alapvetően, nem? Hát alapvetően a Tordyán, de ezt a Tordyán is stigmát, ezt mi próbáljuk magunkról ledobni, de nem biztos, hogy ezzel van értelme nekünk foglalkozni. Egyébként zseniális előadó művésznek tartom az elnök urat, és mindig nagy tisztelője voltam. De azzal együtt, hogy ezek szerint egy Schindler. Ennél egy picit rosszabb a helyzet. Tehát gyakorlatilag itt az egész rendszerváltás, ez a titkosszolgálatoknak a játéka az én olvasatomban, és minden olyan aktív titkosszolgálat. De nálam az, hogy a Schindlernél súlyosabb a megállapítás, az egyenlő azzal, hogy bűnöző. Hát az. És nem az. Hát én ezt nem merem megállapítani. Én ismertem jól azt, nem túlzás, de nagyon jó viszonyban voltunk Tordyán Józseffel. Nagyon kellemes ember volt, addig, ameddig így négy szem közbeszélgettünk, és a kamerák előtt azonnal megváltozott. Igen. De hát ez egy ilyen színpadi szereplés volt számomra, nem egyenlő a bűnözővel. Hát nézze, az, amiben ő részt vett, ezek tudatos, köztörvényes bűncselekmények. Tehát ami a mi pártunkkal történt, ezek nem véletlen hibák, meg nem, tehát véletlenül ilyen nem történik. Azt mondja, hogy a mi pártunkkal hányan vannak ma még abban, a mi pártunkban? Nézzük, 92. augusztus 17-én, amikor gyakorlatilag kivégeztek minket, akkor 28 ezer regisztrált tagja volt ennek a pártnak. Ebből a 28 ezer tagból ma él jó esetben 5 ember. De most akkor 5-en vannak ebben a pártban? Nem. De azok közül... Igen, értem, de most akkor mennyien vannak? Nem tudom megmondani. Tehát ha az elnök nem tudja, akkor ki tudja? Hát nézd, ez mindig akkor derül ki, de hogyha kapunk lehetőséget valóban elindulni, 17-ben, amikor a Kinizsi utcát én elfoglaltam, akkor pillanatok alatt lettünk 3000-en. Tehát most mit tud elfoglalni? Most nem igazán tudok semmit elfoglalni, meg nem is kell elfoglalnom. Tehát most én úgy gondolom, hogy most már rendelkezünk annyi törvényesen megállapított ténnyel, amivel nem lehet vitatkozni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy hiba volt, nem lehet azt mondani, hogy ezt el kell viseljük.
Tehát én azt gondolom, hogy ennek a rendezése, ez most már elkerülhetetlen. De mit jelent a rendezés? Az ingatlanokon túl, mert arról már beszéltünk. Hát azért egy olyan ország, ahol az egyetlen történelmi párttal ezt 31 éven keresztül meg lehet tenni, ahol a... Most 21 vagy 31? 21 éve harcolok én. Ja, értem. De ez a történet, ez 31, tehát 92. Igen. augusztus 17-e, akkor indult ez a történet. Most én úgy gondolom, de ez csak feltételezés, hogy az akkori pártoknak valamennyinek a jóváhagyásával kellett, hogy ez történjen, hiszen ez egy olyan súlyú történet. Tehát az egy jogi nonsens, hogy ma eljutottunk oda, hogy ugyanaz a szervezet van töröltként is nyilvántartva, a most már a törvény erejénél fogva közhiteles nyilvántartás töröltként tart minket nyilván, illetve ugyanúgy nyilvántartanak működőként is. Tehát ez hogyan? De most akkor mi fog történni? Hát én elmentem a Nemzeti Vagyonigazgatósághoz, és kértem, hogy azonnali hatállyal a felszámolást, amit ők indítottak ellenünk, azt azonnali hatállyal vonják vissza. Ez megtörtént? Még nem történt meg, de dolgoznak rajta, hiszen 2018-ban kaptam tőlük egy levelet, amiben leírták, hogy azért nem fogadják el az én észrevételeimet ebben az eljárásban, mert én egy törölt szervezetet képviselek. Ma eljutottunk oda, hogy az a szervezet, ami ellen indult a felszámolás eljárás, az már nem felelhető a cég nyilvántartásban. Tehát akkor én úgy gondolom, hogy akkor meg kell szüntetni ezt a felszámolás eljárást, és ebben egyetértettünk. Tehát. De még a végzés nem kaptam. Végzés még nem kaptam. Igen, megvan a végzés, és megszüntetik a felszámolás eljárást, akkor mi fog történni? Hát akkor gyakorlatilag idén lesz egy Európai Uniós választás, ahol a Kisgazdapárt önállóan el fog tudni indulni. Önállóan? Így van. De hát közben kötöttek egy megállapodást. Az egy laza együttműködési megállapodás volt arra az esetre, hogyha a Kisgazdapárt nem tud önállóan elindulni. Tehát az már nem érvényes. Választáson. Hát érvényes, hát addig érvényes, amíg nézze, addig, amíg... De ez melyik pártal van? Ugye ez a Jobbik. Jobbik van. Így van. De a Jobbik volt az egyetlen olyan párt, ami egyrészt nem vehetett részt ebben a köztörvényes történetben, hiszen ők nem léteztek még. A Jobbik az egy 20 éves párt. Illetve ők voltak egyedül, akik már 18-ban is, és leírták, hogy ők mindenféleképpen szeretnének abban segíteni. Most előállt az a helyzet, amitől féltem az elején, igen, hogy itt van ez a dosszié, és egyetlen egyszer nem nyúlt hozzá. Mit rejt ez a dosszié? Nekem minden a fejemben van egyébként. Na akkor miért hozta? Hogy megrémítsen engem? Nem mertem a kocsiba hagyni. Ja, mert egyszer ellopták, ugye? Ha nem egyszer. Azért értek a kocsitások. Nem lett paranoiás egy picit? Egyáltalán nem. Tehát tőlem nem fél, hogy én el fogom lopni. De attól se félek, hogy... Nem, veszik a kamerát. Tehát én nem de komolyan semmilyen titok nincs ebben. De nagyon sok titok van, mert az elmúlt 21 évben azért nem csak a kosz rakódott rám, tehát azért történtek itt olyan dolgok, amik igenis rákényszerítik az embert, hogy figyeljen oda is. De most komolyan mondom, ennyi ideje van, 21 éve.
vagy ennyire elszánt, hogy már pedig ezt be fogom bizonyítani. Én már ezerszer feladtam volna. De ezt nem kell bebizonyítani, én 21 évvel ezelőtt is tudtam ezt, ami mondok egy konkrétumot. 20 évvel ezelőtt felhívtam Tordján Józsefet, és megkérdeztem tőle, hogy mi ez a klónozás. És rosszul lett a telefonban az az ember, aki egyébként lehengerlő volt, és csodálatos előadó művész volt, és rosszul lett. Nem gondolta, hogy ez ki fog derülni valaha. És utána minden hónapban egy napot fölmentem hozzá, és beszélgettünk minden hónapban egy-két-három órát. De most komment kérdő, hogy nem vált egy picit, már elnézést, hogy a személyes kérdést teszek, hogy nem vált egy kicsit mániákussá? Egyáltalán nem. De hogy egyáltalán nem? Egyáltalán nem. Egyáltalán. Nézd, attól, hogy telik az idő, attól az idő múlás önmagában nem igazol dolgokat. Én 89-ben azt gondoltam, hogy 10 éven belül utolérjük Ausztriát, és meggyőződésem, hogy minden lehetőségünk megvolt rá. Én nekem a nagyszüleim az kulák listások voltak, tőlünk elvettek mindent, mi ebbe a kárpótlási jegyes szélhámiában nem vettünk részt elvi okokból. A mi igényünk a kárpótlásra, ez a mai napig megvan. Mi ilyenek vagyunk, tehát ha elkezdünk valamit, akkor azt szeretjük végig csinálni még abban az esetben is, hogyha ez esetleg körülöttünk lévő embereknek nem tetszik. Elnök úr, akkor a következő lépésnél várom vissza, amikor ez a bizonyos felszámolási eljárás megszűnik önök ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött. Önöknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.